Önök az M-Plain Televízió december 15-i csütörtöki híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ahogy megszokhatták, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Várprogram indul jövőre. 1,5 millió forint jut a Sárospataki Rákóczi várra. Síelni várják a gyerekeket is. Jegyárkedvezmény a következő 2 hétben az újhelyi és pataki fiataloknak. Víradókat köszöntöttek Sátoraljó helyen. Megyénk várai és kastélyai szerepelnek a Nemzeti Kastély és Vár programban. Közöttük van a Sárospataki Rákóczi vár, amelyre 1,5 milliárd forintot fordítanak a következő évtől. A forrás történelmi emlékhely egyes részeinek helyreállítását és új turisztikai attrakciók létrehozását tartalmazza. A Rákóczi vár Sárospatak legjelentősebb műemléke, a magyar nemzeti örökség része. Nem mellesleg Végardó fürdő után a Bodrogparti város második leglátogatottabb turisztikai célpontja. A Rákóczi vár az egyike azon 19 várnak, mely a Nemzeti Várprogram keretében megújulhat. Óriási öröm és boldogság volt, amikor tavaly értesültünk arról, hogy szereplünk a Nemzeti Várprogramban, ugyanis itt Tokajhegy alján, Zemplénben, különös tekintettel Sárospatakon, mint Zemplén kulturális és idegenforgalmi központjában nagyon fontos, hogy milyen feltételeket tudunk biztosítani, milyen körülményeket elsősorban a sárospataki lakosoknak, és természetesen a hozzánk egyre nagyobb számban látogató Magyarországról vagy éppen külföldről jövő vendégeknek. Többször elmondtuk már, hogy ennek a térségnek, így benne Sárospataknak is az egyetlen lehetőség az idegenforgalomban rejlik. Éppen ezért minden egyes olyan fejlesztésnek, amely ahhoz hozzájárul, hogy szebbé tegyük környezetünket, hogy több vendéget tudjunk fogadni, annak nagyon örülünk. A Rákóczi várban 1,5 milliárd forint uniós forrásból hajtanak végre fejlesztéseket, és alakítanak ki új turisztikai látványosságokat a következő években. A kialakításra kerülő látványtár és látogatóközpont, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma történeti kőfaragványainak korszerű bemutatását szolgálja majd, de kiemelt szerepet kap a leromlott részek helyreállítása is. A vízikapu helyreállítása, a veresbástya helyreállítása és a részben leomlott részeknek a pótlása. Ha pedig magát a kiállítást nézzük, akkor egy új réteg kerül bevonásra. Jelesül egy olyan tabletes és okostelefonos vezetéssel, egy olyan új típusú ismeretátadás, ami az eddig megszokottnál sokkal hatékonyabban tudja biztosítani, akár az osztálykínáló csoportoknak, akár pedig a gyerekes családoknak azt a lehetőséget, hogy minél inkább megismerjék a várat, és az egykor ebben zajló életet, az egykori birtokos családokat, a Rákóczi családot, a Dobó családot, a Lórántfi családot, vagy a későbbi birtokosok közül a Bretzenheim vagy a Windisch-Grész családot. A Sárospataki Rákóczi vár felújításának tervezési folyamatai jelenleg zajlanak. A kivitelezési munkálatok 2017 második felében kezdődhetnek, és a tervek szerint 2020-ig le is zárulnak. December 17-től szombattól január 3-áig a 14 éven aluli sárospataki és sátoraljaújhelyi gyerekek 30%-os kedvezménnyel használhatják a sípályát. A díjkedvezményről a mai testületi ülésen döntött a sátoraljaújhelyi képviselőtestület. A cél, hogy minél több gyermek kihasználja az Zemplén kalandpark adta lehetőségeket, a sípályát és a fedett jégcsarnokot is, ahol szintén 20%-os kedvezményt kapnak az új helyiek. Azaz, hopp, vigyázz, ott már lesz egy kis bukkanó. Na gyere, totyog előrébb egy picit. Lucával még az elmúlt szezon elején találkoztunk a Magashegyen. A 4 éves sárospataki kislánya téli szünetben olcsóbban használhatja majd a Zemplén kalandpark sípályáit. A mai testületi ülésen Szamosvölgyi Péter polgármester javaslatára a testület úgy döntött, a 14 éven aluli sárospataki és sátoraljaújhelyi gyerekeknek 30%-os díjkedvezményt adnak a sípályabérlet és a napi jegyből. Téli szünet időszakára, az első naptól az utolsóig, a téli szünet időszakára az új helyi kedvezményt, amely 20%, emeljük meg 30%-ra, azon gyerekeknek, pici gyerekeknek 14 éves korig, akik a sípályát használni szeretnék. Tehát 14 éves korig lakcímkártyával új helyi és sárospataki
diákok, gyerekek, óvodások, bölcsödések részére, és sípálya használatra vonatkozik. A behavazott egyes sípálya mellett a napokban szánkópályát is kialakítottak a hegyen, a téli szünetben pedig, ha az időjárás is engedi, a kettes bodapár sípályát is műhóval borítják majd. Aki a hegyen nem találja meg a számítását, annak a jégpályán kínálnak sportolási lehetőséget. A hetekben elindult a jégkorongoktatás az általános iskolásoknak, emellett pedig elkészült egy jégkorcsolya naptár, amely tartalmazza, kik és mikor tanulhatnak korizni, tájékoztatott mindenkit Dankó Dénes alpolgármester. Jó szívvel hívok és várok minden 10 év alatti fiút és lányt, ismerkedjenek meg ezzel a sportággal. Sőt, a szüleiknek vagy a nagyobb testvéreiknek is üzennék, mert minden héten, kedden és csütörtökön 19 órától egy lelkes amatőrökből álló baráti társaság veszi birtokba a jégkorongpályát, 7-től 8-ig kimondottan edzés formában, különböző gyakorlatokkal, 8-tól 9 óráig pedig kimondottan játékkal foglalkozunk. A jégkorcsolya pályát az ovisok óvodás jegyekkel, a diákok pedig már az új helyi kedvezménnyel csökkentett áron vehetik igénybe a szünetben is. A Magyar Vöröskereszt zempléni szervezete ünnepség keretében köszöntötte sokszoros véradóit Sátoraljai új helyen. A véradó ünnepségen ketten 50-szeres, 32-en 25-szörös véradásukért részesültek elismerésben. A Vöröskereszt, a Sátoraljai új helyi vérellátó munkatársai, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a donorok a legdrágább kincsüket, saját vérüket adják mások megsegítésére. Most nem ők adtak, őket ajándékozták meg, azokat a véradókat, akik rendszeresen részt vesznek a Magyar Vöröskereszt zempléni szervezete által rendezett véradásokon. A 34 új helyi kitüntetett is mutatja, hogy a Vöröskereszt zempléni szervezete a megye legaktívabb donortoborzó szervezete. Minden embert más motivál, van, aki egyszerűen azért jön, mert segíteni akar, van, aki azért, mert jó érzéssel tölti el, hogy segíthet. Van olyan véradónk, aki sajnos átélte, hogy milyen az, hogyha vérhiány van. A Magyar Vöröskereszt 1988 óta köszönti a társadalmi megbecsülés jeleként sokszoros és rendszeres véradóit. Ezek a donorok ugyanis olyat adnak beteg embertársaiknak, amely mással nem pótolható, a vért. A donor utánpótlás, a fiatalok véradásának történő megnyerés az egy folyamatos feladatunk. Ennek érdekében a középiskolákban, szinte az összes középiskolákban és főiskolákon is szervezünk véradásokat, hiszen a vérkészletet, a vérnek a mennyiségét az folyamatosan tartanunk kell. Azt szoktuk mondani, hogy akkor fejlett egy ország véradásztervezés szempontjából, hogyha a lakosság 5%-a véradó, illetve ennyi egység vért tudunk levenni egy évben. A nagy szerencső, hogy Sátorhelyben és körzetében ez az 5%, ezt meg is tudjuk haladni. Ez pedig azoknak az embereknek köszönhető, akik átérzik ennek a fontosságát, és sok év óta véradók. A Magyar Vöröskereszt új szabályzata szerint ettől az évtől a 25, az 50, a 75 és a 100-szoros véradók részesülnek elismerésben. A Sátoraljai új helyi ünnepségen 25 és 50-szeres véradókat jutalmaztak. Az első véradásom az a honvédségnél történt 89-90-ben, azóta folyamatosan, rendszeresen járok. Örülök, hogy segíthetek másoknak, gondolom ez saját magamnak is egy egészség szempontból gondolom jó, mert azért ellenőrzik a vért. Véradóvá többféle indítatásból válhat az ember, például a középiskolai tanulmányok során tanítási nap alól való felmentésért, de aki donor marad, azt már biztos, hogy a jó szándék és a segíteni akarás vezeti. A közgazdasági szakközépiskolába jártam, amikor nem tudom miért, de jöttek az iskolába, hogy lehet menni vért adni, és akkor kapunk egy, nem is egy nap szünetet, mert már ugye fél tanítási nap elment. Hát persze kaptunk az alkalmon, haverjaimmal elmentünk. Az érdekesség az volt, hogy már a mintavételnél, tehát amikor a vért leveszik, megvizsgálják, akkor hárman elájultak, úgyhogy ketten maradtunk, akik a hétből adtunk vért, és nagy meglepetésünkre megihattuk életünk első üveg sörét is utána. Tehát buliból mentünk röviden. Aztán meg
amikor időm van, jövök. A véradó ünnepségen a zempléni szervezet köszöntötte a Sátoraljaújhelyi Vérellátó Központ most nyugdíjba vonult munkatársait, hiszen hosszú éveken át végeztek közös munkát a véradások alkalmával. A Ködöböc József a közszolgálatért, valamint a Pécsváradi Boton díjak odaítéléséről is tárgyalt a Sárospataki Humán Bizottság. Zátülésen meghozott javaslatukat jövő év januárjában a Magyar Kultúra napján ismerheti majd meg a nagy közönség. A bizottság ülésen egyébként módosították a helyi kitüntetésekről szóló rendeletet is. Nem tudott részt venni az augusztus 20-ai Sárospataki Városi Ünnepségen egy díjazott, így a részére megítélt, a város által alapított Szent Erzsébet díjat egy későbbi időpontban az őszi Szent Erzsébet ünnep alkalmával vette át. A díj átadását követően több szervezet is jelezte az önkormányzatnak, méltónak tartanák az alkalmat a díj átadására a jövőben is. Így a héten az erről szóló javaslatot is tárgyalta a Humán Bizottság. És ez a szerencsétlen véletlen, hogy így fogalmazzak, hogy a lelkész úr nem tudta átvenni ezt a díjat, azt hozta, hogy egy nagyon-nagyon szép ünnepség keretében vette át a várkápolnában ezt a díjat. És ez hozta az ötletet, hogy miért ne lehetne ez a díj mindig is ott átadva, hisz ez egy nagyon szép színfoltja az ünnepségek zárásának. Nos, ez visszhangra talált, a érintettek javasolták, hogy módosítsunk rendeletet, ezért hoztuk most ezt be a Humán Bizottság ülésére, és itt is zöld utat kapott, hogy valóban ez a díj legméltóbban ott az ünnepségek végén adható át, tehát a Szent Erzsébet ünnepség zárásaként. Beszámolót hallgatott meg a bizottság az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról is. Elhangzott, a folyamatban lévő önkormányzatoknak szóló pályázatok mindegyikén elindult a város, és külön pályázatot fordítanának a közösségek fejlesztésére is. Körülbelül 3,5 milliárd forintra pályázott a város, és ebből, ami a Humán Bizottságot érintő rész, az egy ilyen 500 milliós pályázati rész, amelyen közösségfejlesztésekről szól. Nos, hát a pályázatok bent vannak, és hát ilyenkor mi van? Nem csak adventi várakozás, hanem várakozunk, hogy ezek a pályázataink is nyerjenek, és föl tudjuk a pénzt használni. A Humán Bizottság zárt ülésen tárgyalt a Magyar Kultúra napján átadandó kitüntetésekről is. A Ködöböc József a közszolgálatért, valamint a Pécsváradi Boton díjakat adják majd át jövő év januárjában. 6 javaslat érkezett a bizottsághoz, végül a rendelet értelmében 3 fő elismerését javasolják a képviselőtestületnek. A nyelvtanulásba és tanításában is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az interaktív tartalmak. A papír alapú tankönyvek mellett a tanári segédletekben és a tanulói anyagokban is megjelennek az online tartalmak. Ezekről is tájékoztatták az angol nyelvtanárokat az Árpádházi Szent Margit általános iskolában megszervezett továbbképzésen. A hatékony nyelvtanuláshoz és tanításhoz ma már az eszközök tárháza áll a pedagógusok rendelkezésére. Az új generációnak szóló nyelvtanuláshoz szerkesztett interaktív tankönyvekről szólt az a továbbképzés, amelyet az Árpádházi Szent Margit általános iskolában szerveztek meg a nyelvtanároknak. Sok könyvünk megjelent most már elektronikus változatban is, amit ugye tabletekre, iPadekre lehet letölteni. És ott már olyan funkciók is vannak ugye a nyomtatott anyagon túl, hogy a, például a hanganyagát, hogyha hallgatják a diákok, akkor egy kicsit gyorsnak érzik a beszédet, akkor van lehetőségük lassítani a hanganyagot, tehát ilyen plusz szolgáltatásai is vannak, illetve ugye ott rögtön meg tudják a megoldásokat bepötyögni, és azt azonnal megjelenik a javított, vagy a megoldás, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami nem. A pedagógusoknak hasznos látni és ismerni az újdonságokat, annál is inkább, mert a nagy kínálatból tudni kell kiszűrni a megfelelőket, és ezzel akár tanácsot is kell tudni adni a szülőknek. Ezek a lehetőségek, amikor ilyen továbbképzéseket szervezünk, például ezek is erről is szólnak. Tehát
szeretném javasolni a szülőknek, nyugodtan vegyék fel a kapcsolatot a gyerekeiket tanító kollégákkal, és kérjenek segítséget abban, hogy mit tudnának még igénybe venni, tehát a tanítási órákon kívül, amihez az interneten hozzá lehet férni, vagy nem csak az interneten, hiszen az okostelefonokon is számát nem tudnám megmondani, hogy mennyi mindenhez, és nagyon okos dolgokhoz hozzá lehet férni. A pedagógusok szerint a cél mindig az, hogy a nyelvtanulásban sikerélménye legyen a tanulóknak, és ami a legfontosabb, elég időt kell biztosítani ahhoz, hogy a megtanult részek rögzüljenek. A digitális eszközökkel pedig akár többször is vissza lehet térni ugyanahhoz a feladathoz. Kötetlen beszélgetésre, közös vacsorára gyűltek össze a sárospataki belvárosi nyugdíjas klub tagjai. A szépkorúak azt mondják, mozgalmas éven vannak túl, minden hónapra jutott tartalmas program számukra. A szabadidő eltöltését a Művelődésháza és a város önkormányzata is segíti, valamint az évzáró rendezvényen ajándékot is átadtak az időseknek. Évvégéhez közeledve közös vacsorát tartottak a sárospataki belvárosi nyugdíjas klub tagjai. Ahogy ők mondják, a Művelődés házához tartozva valóban nem unatkoznak a hétköznapokban, és egyre erősödik közösségük. A klubot vezető Dávid Sándor azt közölte, részt vettek egészségügyi előadásokon, meglátogattak városi oktatási intézményeket, óvodákat, de jártak gyárakban is, és még Egerbe is eljutottak az év során. Tagság összeállt. Ismerjük egymást, új tagok jönnek, ők beilleszkednek, a létszámunk is alakul, körülbelül 35 fővel működünk, és ez a döntő, hogy egymást megértve, tisztelve és a programokra elmenve sikeresen tudjuk teljesíteni azokat a dolgokat, amiket elterveztünk. Nem csak, hogy igénylik a programokat, számos javaslatot is tesznek az idősek arra, hogy milyen lehetőségeket tekintenének meg. Nincs olyan téma, én azt hiszem, és ez is a kör egyik éltető ereje, hogy a tagok ilyen nyitottak, nem csak a személyes környezetük iránti problémákra fogékonyak, hanem mindazokra a folyamatokra, amelyek a város mindennapi életét jellemzik, legyen az így, ahogy mondod, akár gazdasági terület, akár a szociális szektor, vagy az oktatás, hiszen nagyon sokan ezekről a területekről mentek nyugdíjba. A másik, hogy megőrizték azt a kíváncsiságukat, amely szerint a mindennapokban fontos éltető erő. Fontosak a közösségek, hiszen ők alkotják magát a várost, mondja az alpolgármester. Az a tevékenység, amit végeznek, az meglehetősen fontos, hiszen sok olyan idősről van szó, aki esetleg egyedülálló, így viszont van hova eljönnie, van egy olyan közösség, akivel kapcsolatot tart, programokat szerveznek neki, és mindenféleképpen így egy olyan tevékenységi körben vehetnek részt, ami a mindennapjaikat egy kicsit szebbé teszi. A közös vacsora is egy ilyen esemény volt a tagoknak, hiszen évek óta közösen zárják az évet. Az önkormányzat képviselői ez alkalommal sem érkeztek üres kézzel, szaloncukrokat ajándékoztak a klub tagjainak. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Várprogram indul jövőre, 1,5 millió forint jut a sárospataki Rákóczi várra. Síelni várják a gyerekeket is. Jegyárkedvezmény a következő két hétben az újhelyi és pataki fiataloknak. Víradókat köszöntöttek Sátoraljaújhelyen. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!